Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból külföldre podcast. Marian 12 éve él családjával Bécsben. Amikor eldöntötték, hogy elköltöznek, már megvolt nagyobbik fiúk, így fontos szempont volt, hogy ne menjenek túl messzire Magyarországtól. Mariannak mindig is fontos volt a kultúra szervezés, itthon is ezzel foglalkozott, itt csak idő kérdése volt, hogy mikor tör utat ez a szenvedélye Bécsben. Az ottani magyarok már 10 éve ismerik a Kultpult egyesületet, ami kulturális programok szervezésével foglalkozik, tavaly pedig létrehozták az Itthon-Otthon programsorozatot. Volt hát miről beszélnünk, tarts velem! Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Bence Marian vagyok, Ausztriában, Bécsben élek. 12 éve élek itt. Főállásban egy IT cégnek HR marketinggel és sokszínűségi, illetve esélyegyenlőségi kérdésekben dolgozom, tehát ez egy tulajdonképpen HR típusú munka, de önkéntesként számomra minden a kultúra és a kultúra szervezés, úgyhogy ez a legfontosabb aspektus tulajdonképpen, főképp mióta külföldön élünk. A kiköltözésről szeretnélek kérdezni. Milyen élethelyzetben döntöttetek úgy, hogy ti elmentek Magyarországról, és hogy miért pont Ausztriába kötöttetek ki? Erre van egy tipikus, meg egy nem tipikus válaszom is. A tipikus inkább azt hiszem az, hogy fiatal családként, akkor még csak egy gyerekkel, mindenféle gazdasági körülményt tekintetbe véve, amiben éppen akkor éltünk Budapesten, azt gondoltuk, hogy még elég fiatalok vagyunk ahhoz, hogy világot lássunk. És hogy még mondjuk, az akkor 2 éves kisfiunkat is magunkkal hozzuk, és nekivágjunk valamilyen kalandnak. Tehát van ebben kalandvágy, van ebben egzisztenciális motiváció. Ez tulajdonképpen a tipikus. A nem tipikus az az, ami magunkhoz képest nem tipikus, hogy ha szívünk szerint mentünk volna, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Ausztria, illetve hogy Bécs lett volna a célállomás, hanem lehet, hogy angol nyelvterület, lehet, hogy egy picit messzebb, de mivel akkor már megvolt az első fiunk, ezért nagyon fontos volt, hogy ne menjünk túl messzire, hogy a nagyszülőktől ne fosszuk meg az élményt, mert azt már akkor is tudtuk, hogy ez nagyon fontos. Úgyhogy tulajdonképpen Bécs kompromisszum volt annak idején, ez 2011, és hát azzal indultunk neki, hogy hát ha beválik, jó, ha nem, akkor legfeljebb hazamegyünk, vagy máshova megyünk. És végül is tulajdonképpen a 12 év azt mutatja, hogy beválni látszik. Persze, hogy megy tovább, azt nem tudjuk ezután, de a távolság is azt hiszem jó döntés volt, hogy nem túl nagy, de mégis van, illetve tulajdonképpen ezzel a német nyelvű közeggel is egész jól elbirkózunk mindannyian. Most már azóta 2 gyerekkel, és hát természetesen a gyerekeknek a nyelvi kihívás meg se kottyan, a felnőttek meg ügyesen próbálnak felzárkózni. Ti felnőttek, beszéltetek németül, amikor kimentetek? Hát persze, ki hogy. Én németes voltam mindig is, és azt gondoltam, hogy ez egy tök jó kiindulási pont, de amikor az ember elindul egy külföldi országban, és teszteli azt, hogy mit tud valójában, akkor azért nagyon hamar kiderül, hogy nem pont az a tudás, amit, tehát nem pont az, ami. Nem biztos, hogy elég arra, ami. Főleg olyan szempontban, vagy olyan élethelyzetben, amikor kisgyerekes anyukaként kerültem ki, és a második fiunkkal várandos voltam, amikor kiköltöztünk. Tehát olyan feladatokat kellett megoldanom nagyon gyorsan, hogy orvost találjak magamnak, orvost találjak a gyerekeknek, aztán később óvodát, aztán később mindenféle ilyen intézményi intézkedés, amit az ember amúgy is tud, mint szülő, hogy ezek persze ráhárulnak, mint feladat, de hát ez teljesen más szókincs, teljesen más téma, mint amit addig valaha is gondoltam, hogy használni kell, vagy elképzeltem. Szóval a nyelvtudás valamennyire természetesen adott volt, de én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy használva a nyelvet fejlődik az igazán, és a másik, hogy németül tudni az egy dolog, és osztrákul németül tudni az meg valami nagyon más. És szerintem ez egy folyamatos fejlődés a mai napig. Kb. Mennyi idő volt, amikor úgy azt érezted, hogy már nem jössz zavarba, ha mondjuk megszólítanak, vagy valamit intézni kell, flottul ment a nyelv?
Igen, ez egy tök jó kérdés. Azt hiszem, hogy zavarba nem jöttem amúgy, tehát hogy az nem, mert valahogy azt hiszem, hogy kommunikatív vagyok annyira, hogy még akkor is megyek tovább, hogyha esetleg hát nem úgy kell mondani, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez biztos, hogy ilyesmi volt. De az az érzés, amikor megszületett a második kisfiunk, már ő itt Pécsben, és minden papírt, és minden ezzel együtt járó, otthon úgy hívják, hogy gyes, itt meg úgy hívják, hogy Kinderbetreuungsgeld, de ezt el kellett intézni, tehát ez nem automatikusan érkezik, hanem ezzel feladat volt, dolog volt. És tulajdonképpen az egy nagy tanulság, és még mindig osztom, hogy azért Ausztria nem sokkal kevésbé bürokratikus, mint Magyarország, hogyha ilyet lehet mondani. Tehát abszolút van bele sok telefonálni való, meg feladat, meg papír. Az más kérdés, hogy mondjuk a bürokrácia időnként vezet valahová, és vannak szisztémák, vannak rendszerek, amik tök jól működnek. De ez attól még nekem nagy feladat volt, tehát hogy egyfelől ugye a szókincset használni, másfelől meg, hogy nem volt egyszerű elérni, hogy elkezdjék utalni azt a pénzt, ami a gyermek után jár. És inkább ez az érzés, hogy nem is tudom, hogy a nyelvtudásnak tudtam be, vagy egyszerűen csak emberileg vettem a lelkemre, de biztosan emlékszem erre az érzésre, a kezdeti idők legnagyobb nehézségére, hogy na az lesz az első mérföldkő, amikor elintézem, hogy elkezdik folyósítani azt az összeget, ami azért jár a családnak, mert ez a gyerek ide megszületett. És hát tudom, hogy ott aztán minden kézzel lábbal magyaráztam és érveltem meg minden. Nyilván egyre jobb némettel, de akkor is azért ez egy nehézség volt. Szóval, hogy vannak nyelvi nehézségek, meg vannak kulturális kihívások, meg vannak emberi megoldandó feladatok, azt hiszem, hogy ez mind-mind összeadódott. De erre nagyon élénken emlékszem, és hogy ez mennyi idő múlva lett jelentősen jobb, én azt hiszem, hogy voltak éppen a gyerekeknek köszönhető szocializáció volt egy nagy mérföldkő, tehát amikor más szülőkkel, más gyerekekkel lehetett együtt lógni, ez ugye a tipikus, amikor az anyák próbálnak valahogy kapcsolódni, vagy mondjuk a szülők próbálnak kapcsolódni más szülőkkel. És a következő mérföldkő, amikor én magamat saját magam jogán próbáltam az álláspiacon elhelyezni, és az első sikerélményeket követően kezdtem mondjuk levetkőzni azokat a gátlásokat, amiket nyilvánvalóan felszedtem azért a kezdeti években. Úgyhogy különböző fázisok vannak, azt hiszem, és több etap. Hogy indult a ti bécsi életetek? Mennyire volt könnyű, nehéz munkát találni? Itt gondolom a férjed keresett elsősorban, hiszen te a kicsivel voltál otthon, vagy már itthonról intéztetek munkát? Hogy volt ez? A kezdeti időkben a tipikus felállás az természetesen ez, hogy apuka dolgozik anyuka gyerekekkel, de ez például nekem személy szerint egy nagyon fontos kihívás is volt, személyesen is, meg anyaként is, tehát én azt gondolom, hogy egyébként ez így mindenkire biztosan alkalmazható, hogy akkor tud jó szülő lenni a jónak a akármilyen értelmében, ezt mindenki definiálja maga, hogyha egyébként jól van a bőrében, és mondjuk, hogyha az anya attól van jól, hogy mindig a gyerekeivel van, akkor az szuperül jól működik. Úgy, hogyha pedig attól van jól, hogy van más élménye is az életben, ami akár lehet szakmai, vagy egyszerűen csak más társaság, akkor pedig úgy. Ez egy óriás dilemma volt, ami az ölembe hullott akkor, amikor kiköltöztünk, és például az én külföldi sztorimnak, hogy külföldi magyar vagyok, ez egy nagyon fontos velejárója, hogy ugyanezek a kérdéskörök, és a saját felismeréseim utolértek volna-e, hogyha Magyarországon maradunk, nyilvánvalóan erre nem tudok válaszolni. De a külföldi lét az biztos, hogy ezeket nagyon felerősítette, kidomborította, és óriási sok dilemmát okozott, és a mai napig ez egy visszatérő dilemma egyébként, hogy hol van az egyensúly, mi a jó a családi feladatmegosztásban, az együttműködésben, a gyereknevelésben, a munkában, a szórakozásban, kinek mi okoz örömet, és ki mivel töltődik fel, és ki hogy ad be a közösbe, illetve hogy veszi ki magának a saját időt. Ez egy óriási tanulás nekem személy szerint, és ezáltal nyilván minden családtagomnak is. És hát voltak éppen most már az a felállás van, hogy mindenki dolgozik, főállásban, teljes állásban, a saját maga területén. Az én területem az egy olyan irányt vett, ami az osztrák piacon is keresett, tehát nyilván egy csomó olyan feladatot, amit otthon elláttam, ami kötődik a nyelvhez és a kultúrához, azt önkéntes tevékenységekben tudom megvalósítani, de a főállásom az valami olyan, amit az évek alatt saját magam fejlesztettem ki, és fejlesztettem magam arra a szintre, hogy állásba mehessek vele, ugye ez az HR marketing, vagy employer branding, vagy sokszínűségi
befogadási, esélyegyenlőségi munkatárs, mind-mind tulajdonképpen vállalati környezetben értelmezhető, és ez biztos, hogy nem merült volna fel, vagy nem ekkor és nem így, hogyha nincs ez a külföldi élmény. Még egy kicsit vissza így a gyermekekkel való otthonlétre. Mennyi ideig, hány évig voltál otthon? Mikor kezdtél el állásra pályázni? Ez nem tipikus, azt mondanám, mondjuk. Azt hiszem, hogyha mondjuk az átlag magyar akkori viszonyokat mérlegelem, és az akkori, az mondjuk, ami az utolsó tudásom, az a 2009-es, a születésű az első gyermekem, tehát mondjuk onnantól van információm arról, hogy Magyarországon mi volt akkor. Én teljesen és kizárólag és csak 100%-ig vele voltam az első fél évben, semmi más nem csináltam, és az első 6 hónap után elkezdtem azon gondolkodni, hogy és akkor mit tudunk még beemelni a mindennapokba, ami nem csak a gyereknevelés. De ez nagyon-nagyon jól megvalósítható volt, mert én annak idején Magyarországon kultúrprogramokat szerveztem, illetve könyveket szerkesztettem, tehát könyvszerkesztőként dolgoztam, és megvolt az a csodálatos privilégiumom és fantasztikus lehetőségem, hogy félállásban úgy, hogy nem veszem el magam a gyerektől, vissza-vissza dolgozhattam. Akkor még azt sem tudtuk, mi ez a home office, meg nem tudtuk, hogy mi ez a mostani élet COVID után, és mégis voltak éppen az történt, hogy az alvás idejében szerkezgettem a könyveket, és végül is úgy számolom, hogy hát nem számít, hogy mennyi idős volt, mert hogy tulajdonképpen valamennyi idő volt, amikor semmi más nem merült fel, mondom, ez nagyjából 6 teljes hónap, de hát természetesen ő nem ment intézménybe 3 éves kora előtt, vagy hát természetesen, vagy nem természetesen, de így alakult. Ettől én még tudtam projekteket vállalni. De mondom, ez azért lehetett, mert ennyire szerencsés vagyok, vagy ennyire jó szakmám volt, vagy állásom volt. És aztán, amikor kiköltöztünk, és jött a második gyermek, természetesen akkor megint a gyerek gondozásra ment a fókusz, ahogy ennek lennie is kellett. És akkor már az első fiam ott tartott korban, hogy meg már ugye meg is érkeztünk Ausztriába, tehát fontosnak tartottuk, hogy érintkezzen itteni gyerekekkel. Én akkor már vállaltam kisebb munkákat, még először hazadolgoztam, szintén a könyvkiadóba, amelyikkel dolgoztam még otthon, azt követően pedig itt találtam magamnak kisebb projekteket, csak olyan projekteket, amelyek nem vettek el a gyerekektől úgynevezett gyerekidőben, tehát ezek a lopott idők és alvás idők, meg az este, illetve egy idő után aztán tanítás, meg más munkák, még mielőtt főállásba kerültem volna, vagy reguláris állásba kerültem volna. Tehát otthon voltam velük elég sokáig, de mégis dolgozgattam mellőlük, mert igényem volt rá, de mindig arra figyelve, hogy amikor játszóterezünk, akkor játszóterezünk, amikor kirándulunk, akkor csak rájuk figyelek, amikor otthon főzünk, akkor azt együtt csináljuk, meg ilyenek. Tehát, hogy ez fontos volt, hogy meglegyen a családi élmény is, de az is, hogy felnőtt gondolatokra is fordíthatom az agyam. Bécs mennyire befogadó olyan értelemben, hogy mikor kezdtétek úgy érezni magatokat, hogy úgy otthon vagytok, hogy a környezetetek befogadott? Nem tudom másképp kérdezni, ez a befogadás a legjobb szó erre, amit kérdezni akarok. A befogadás az egy tök valid kérdés abból a szempontból is, hogy egy munkahelyen beilleszkedtél-e, ahol mondjuk dolgozol, vagy hogy a szomszédjaiddal jól vagy-e, vagy hogy vannak-e jó ismerőseid, vagy vannak-e barátaid akár. Ebből a szempontból én azt gondolom, és ez csak az én álláspontom, nem beszélhetek más nevében, én azt nagyon fontosnak tartom, hogy amit megtanultam az évek során, főleg látva egy csomóféle kultúrát, egy csomóféle embert, sokféle országból meg helyről összejött gyerekeket és felnőtteket, hogy általánosítani az nem jó. Attól, hogy valaki valahonnan jön, gondolhatunk róla valamit, vagy lehet valamiféle tipikus szokás vagy viselkedés, de annyira egyedi és külön személyiségek vagyunk mindannyian, hogy azért mindig érdemes megadni az esélyt mindenkinek. Ez csak az én nézőpontom. Azt hiszem, hogy Bécsben lenni azért nagyon jó, mert látszik és érződik ennek minden előnyével, hogy mennyire sokszínű. Ez igaz. Nagyon sokfélék vagyunk itt, és ez számomra személy szerint tök jó érzés. Azt is gondolom azonban, hogy amikor a gyerekeim, akik tulajdonképpen itt szocializálódnak, itt nőnek fel, itt járnak iskolába, és hát sokkal több élményük van itteni iskoláról, itteni barátokról, mint mondjuk bármiről, ami otthoni, ilyesmi szempontból, amikor ők azt mondják arra, hogy
van két fontos mondás is, hogy Bécs a világ legélhetőbb városa, azt hiszem ez az egyik kategória, amit szokás mondani, hogy már nem tudom hányadjára nyerte meg ezt a megmérettetést, illetve a másik, hogy a legbarátságtalanabb helye. És azzal, hogy a gyerekeim ezzel nagyon egyet értenek. És amikor az van, hogy ezzel ők egyet értenek, akkor azt gondolom, hogy értem, hogy ez mit jelent, tehát hogy én is egyet értek velük. De ebben van, mondom, egy nagy adag általánosítás, amit én nem szeretek. Tehát van egy csomó melegszívű Bécsben élő ismerősünk, van sok Magyarországról ide költözött, nagyon érdeklődő akár barátunk, tehát hogy van sokféle, és aztán van persze nagyon mogorva, van nagyon hideg, meg nagyon távolságtartó, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy mennyire más mondjuk az üzleti világ itt, mint otthon, az üzleti kultúra például, vagy a vállalkozási kultúra, meg mondjuk a boltban az érdekérvényesítési kultúra, mint otthon. Tehát, hogy van egy csomó olyan sztori, amiben azt látom, hogy na, ezt tök jól csinálják, ez nagyon tetszik, ezt meg kevésbé, és ez meg tök rideg. Van egy jó példám erre, jelenlegi munkahelyemen úgy hozta a sors, ilyen még nem volt egyébként, mióta kint élünk, hogy ahol dolgozom, van legalább 3 vagy 4 magyar kollégám is ugyanabban a csapatban. Ami nagyon érdekes, mert egyébként én angolul, németül, meg magyarul dolgozom általában, mióta kint élünk, és hogy jellemző, hogy magyarul a legkevesebbet. És ebben a cégben simán előfordult olyan, hogy 2-3 meeting egymás után is magyarul van, de nem ez a jellemző azért, de hogy ez egy példa, és hogy nagyon nagy különbséget érzek az atmoszférában. Amikor az van, hogy 2-3 magyar beszél ugyanarról a megoldandó feladatról, egyszerűen azt hiszem, hogy éppen ezzel a 2-3 emberrel valahogy egy húron pendülünk amúgy is. Tehát, hogy nem akarom leegyszerűsíteni, hogy persze, hiszen magyarok vagyunk, ezért sokkal nagyobb buli együtt dolgozni, de van benne ez is. Alapvetően viszont tényleg azt gondolom, hogy ki mennyire nyitott, meg ki milyen személyiség, ez is nagyon játszik. Említetted a barátokat, hogy az egy újabb szint ugye a beilleszkedésnél, amikor az embernek már barátai vannak, ugyanakkor megütött a fülem, hogy Magyarországról oda költöző barátok. Vannak-e helyi barátaitok? Nektek, felnőtteknek, hát a gyerekeknek feltételezem. Igen, tök jó, hogy megütötte a füled amúgy, mert hogy azt hiszem, ezt valamennyire tudatosan direkt is így mondtam, ez az élményem, ez az alapélményem, hogy mondjuk az itteniekkel egyel felületesebb a kapcsolat, és mondjuk ha valamiféle barátság kialakul, akkor az valahogyan otthonról adódik, de ez nem teljesen fair, mert egy nagyon kedves régi szomszédpárt teljesen magabiztosan a barátomnak hívnék, akik Ausztriából származnak, vagy hát mondhatom, hogy osztrákok, mindketten osztrákok. És azt is mondhatom, hogy egyébként nagyon sok magyar ismerősöm van Bécsben, vagy Bécs környékén, mert hogy ugye az élet úgy hozta, hogy tulajdonképpen egy ilyen közösségépítő tevékenységnek köszönhetően egyre több és egyre több szuper érdekes embert ismerek meg, de hogy ez nem jelenti azt, hogy ott például ebben a közegben mindenki a barátom lenne. Tehát, hogy kár lenne persze ezt így leegyszerűsíteni. Van barátnak nevezett nem magyar pár, és határozottan mondhatom, hogy könnyebb a kapcsolódás olyanokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, vagy hasonló dolgok iránt érdeklődnek. És persze az a mondás is valid, hogy de az ember a komfortzónáján kívül fejlődik, szóval nem biztos, hogy mindig ott kell keresni a kapcsolódásokat, ahol egyszerű. Fel tudod idézni, mi volt a legnagyobb kihívás ezzel az országváltással a te esetedben? Te mit éltél meg a legnagyobb kihívásnak, így is kérdez? Egyértelműen azt, hogy egy olyan élethelyzet változás közepén váltottunk országot is, ami azt gondolom, hogy amúgy is kihívás lett volna. Tehát amikor az ember egy gyerekesből két gyerekessé válik, vagy bárkinek bár akárhány gyereke van, tehát amikor egyszerűen gyarapodik a család, ez az alkalmazkodás az új setuphoz eleve feladatokat ró az emberre, és hogyha ezt megspékeled azzal, hogy ráadásul egy idegen környezetbe teszed magad ott, ahol nem ismered ki magad, és hát ez teljesen világos, hogy Bécs nincs messze Budapesttől, azt is mondhatjuk, hogy ó, hát olyan sok hasonlóság van ügyintézésben is, meg hát a város struktúrában is, meg egy csomó mindenben, de ez akkor is, ez tök mindegy. Ez egy olyan idegen helyzet, amiben a megnövekedett felelősség azzal, hogy nagyobb családot látunk el, önmagában is elég kihívás lett volna, de ezzel együtt ez egy, azt gondolom, tényleg mély víz volt, de tök jól eveztünk benne. Tehát azt gondolom, hogy azért elég hamar kiemeltük a fejünket. Korábban egy fél mondattal említetted a munka mellett végzett önkéntes tevékenységet, hiszen te vagy a magyaroknak indított kultpult
az Itthon-otthon sorozat megálmodója, aminek a legfontosabb feladata, hogyha jól gondolom, az a közösségépítő funkciója. Hogyan kezdődött ez a sorozat? Mi volt az inspiráció, hogy belekezdjél ebbe? A kultpultot, ahogy említed, azt 10 évvel ezelőtt egy kis vállalkozásként indítottam útjára. Az eredeti elképzelés az volt, már megint a gyerekek. De hát persze, hogy mindig a gyerekek a legfontosabbak. De hogy az világos volt, hogy elköltöztünk Bécsbe, oké, okay, meg kell találni az utat valahogy, hogy hogy boldogulunk, oké, okay, de az nem lehet, hogy olyan kultúrás programok nélkül maradunk, amik mondjuk személy szerint engem érdekeltek volna, vagy amit a gyerekeimnek mindenképp megmutatnék. Viszont mi nem az a család voltunk, akik kiköltöztek Bécsbe, és minden hétvégén hazaszaladtunk, mert ilyen is van, aki ezt meg is tudja, meg is akarja tenni. Úgyhogy mi nem, ezért ez egy elég nagy hiányként jelentkezett számomra mindenképp, és azt reméltem, hogy talán találok olyan hasonszörű családokat is, ahol szintén van igény arra, hogy legyen jó minőségű gyerekprogram. Tehát, hogy abszolút a gyerekprogramokkal kezdődött minden, és aztán mondjuk az első pár alkalom után próbálkoztam felnőtteknek szóló program szervezésével is, és hát az látszott 10 évvel ezelőtt, hogy bár van valamilyen alapkínálata a Bécsben élő magyaroknak, tehát természetesen néhány program létezett már akkor is, de hogy örömmel fogadták ezt a kezdeményezést. Ezek kis létszámú műsorok voltak, tehát soha nem nagy méretű színtársulatot hívtam, vagy egyszerre sok embert, hanem valahogy már azzal is egy ilyen intim közeget próbáltunk megteremteni, vagy próbáltam megteremteni, akiket hívtunk. Többes számban mondom, mert mindig volt együttműködő partnerem, szóval, hogy egy programot nem lehetett megcsinálni már az elejétől kezdve sem, egy jó fotós nélkül, néha jó videóssal, szinte az első pillanattól kezdve volt szuper színházi büfénk, természetesen voltak nagyon-nagyon remek helyszínkooperációink, szóval a többes szám ennek szól. De ez egy egyéni vállalkozás volt egyébként a kultpult, még az elején azzal az ötlettel, hogy talán majd ebből fogok megélni, volt egy ilyen gondolat. Úgyhogy az, hogy piaci alapon adjuk el a műsorokat, tehát az emberek vegyenek jegyet, és akkor abból majd a bevételből kifizetjük a felmerülő költségeket, plusz még marad is. Ez elég hamar látszott, hogy nem annyira működik jól. Amit még beemeltem az elején, hogy nem csak programokat hozok az itteni családoknak, hanem könyveket is, hiszen ugye könyvszerkesztőként dolgoztam Budapesten, mielőtt kiköltöztünk, és hát szerencsére sok jó kiadóval jó kapcsolatom volt, meg volt jó rálátásom a könyvpiacra akkor mindenféle szempontból, felnőttként is, meg gyerek könyv szempontból is, és akkor pár kiadóval együttműködve volt egy alapállományom, amit ezeknek a családoknak, akik jártak a programra, kínáltuk, hogy nem kell akkor hazamenni megvásárolni, vagy nem kell online rendelni, de egyértelműen látszott, hogy azért megoldják az emberek másképp is, szóval ez világos volt, hogy ez nem egy hosszú távon fenntartható üzleti modell, és hát az is látszott, hogy viszont a programokból meg ezzel a felállással, amivel én ezt kitaláltam, nem lesz hosszú távon virágzó üzleti vállalkozás, illetve egy másik égető érzés ért utol, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, hogy legyen program a gyerekeknek, aztán legyen program a felnőtteknek, és nagyon jó a magyar közösséghez kapcsolódni, plusz én tanítottam egyébként ebben az időben nagyon sok gyereket is, kétnyelvűeket is, meg egynyelvűeket is magyarra, ami nagyon érdekes, hogy a magyar tanár is vagyok szakmám szerint, meg újságíró, hogy táboroztattunk például nyaranta azoknak a gyerekeknek, akik eljöttek a programra, és jól ismertük egymást, vagy akiket tanítottam tanév közben. Úgyhogy ilyen nagyon sok szinten, nagyon jó érzéssel kötöttem a nagyon érdeklődő és nyitott bécsi magyar közösséghez. Igen ám, de a nagy kérdés az, hogy akkor én megérkeztem-e Bécsbe, vagy csak kerestem magamnak valami kulturális kapaszkodót, ami egy nagyon fontos védőháló, de lehetővé teszi-e azt, hogy integrálódjak. És amikor én erre a felismerésre jutottam, hogy nem, ez nem lesz elég, ez csak arra jó, hogy jól érezzem magam, akkor azért ez világos volt, hogy ezt nem lehet üzleti modellként fenntartani, hanem tényleg kell egy olyan próba számomra, amin kiderül, hogy a saját értékemen, meg a saját tudásommal mire vagyok elég az osztrák munkaerőpiacon. És akkor ez a fordulat érkezett a COVID kitörése előtti évben, tehát én 2019 óta állásban vagyok valahol, és emellett csináltam a programokat, természetesen váltakozó intenzitással, hiszen a főállás nem érítette lehetővé, hogy olyan gyakran legyenek programok, amilyen gyakran szeretném.
Aztán beütött a COVID, ugye az nagyon sokáig ellehetetlenített bármiféle rendezvényt, úgyhogy abban a, azt mondanám, 2 évben nem volt egyáltalán program, és ahol most tartunk, az egy speciális tematika, mert hogy az itthon-otthont, amit említettél, azt ennek az évnek a tavaszán indítottuk útjára, és akkor itt most már nem csak a Kultpult van egyedül benne, hanem egy másik egyesület is, amit úgy hívnak, hogy FemSpace, akik úgy, mint én, a közösségépítést tartják az egyik legfontosabb feladatuknak Ausztriában, illetve külföldön. Az ő fókuszuk a külföldre érkezett nők szakmai és emberi támogatása, tehát ők mentorprogramokat is szerveznek, üzleti típusú találkozókat is, de mindig is volt kulturális vonulata a tevékenységüknek, de a kultúra tulajdonképpen a két egyesület közül az a Kultpultnak a fő profilja, és a FemSpace pedig az egyéb közösségépítő szervező erőt hozza az itthon-otthonhoz abszolút közös együttműködésben. Ami a sajátossága és a legnagyobb különlegessége szerintem, hogy mivel a helyszín mindig olyan, ahol korlátozott számban férnek el nézők, tehát hogy ez nem egy tömegrendezvény, semmiféleképpen nem nagy csarnok vagy ilyesmi, ezért a programok után, ez így volt mindig is a Kultpulttal, és most így van az itthon-otthonnal is, a Kultpult FemSpace kooperációban is. Beszélgetek a fellépőkkel, tipikusan az itthon-otthon sorozatban ennek a itthon versus otthon dilemmájának a kérdése van középpontban, nagyon sok szempontból amúgy, mert ez nem csak arról szól, hogy haza meg nem haza, és aztán pedig a művészek ott maradnak velünk, és a közönség ott marad velünk, és egy ilyen igazi együtt töltött este van, ami azt hiszem, hogy a legnagyobb motorja ennek a közösségépítésnek, mert tulajdonképpen ekkor alakulnak ki, megkockáztatom, olyan barátságok is a nézők között, de akár a művész meg a néző között is, tehát bármi, ami aztán megalapoz egy csomó olyan együttműködést, vagy szakmai fejlődést, vagy emberi élményt, amit mondjuk ezek nélkül a programok nélkül nehezen tudnék elképzelni. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb pozitív hozadéka ennek. Az egy nagyon fontos jellemzője ennek a sorozatnak, hogy a többség az, hogy valami különleges kerül színpadra itt. Tehát valami olyan dolgot láthat a néző, amit máshol mondjuk így nem láthatott. Most mondok egy példát. Ebben az évadban itt volt Márfi Márk a Telikkel, a Telik című monodrámájával, amit meg tud nézni a közönség Magyarországon is. Van néhány helyszín, ahol a színész játsza, de úgy, ahogy itt játszotta, hogy lement a monodráma, és utána beszélgettünk vele, és abba se akartuk hagyni, ilyet nem kap otthon. Vagy ugyanez volt az évad elején Reiner Micsonyei Nórának volt egy stand-up estje, annak az volt a különlegessége, hogy a Nóra éppen Bécsben élt, és nem volt benne biztos, hogy ez egy hosszú távú döntés-e, vagy aztán majd Magyarországon folytatja tovább. Szakmailag sosem távolodott el Magyarországtól, de nagyon örült annak is, hogy itt is bemutatkozhat. És erre az alkalomra, amire mi felkértük, erre egy csak nekünk szóló stand-up estet írt, és adott elő, aminek az alfája és omegája arról szólt, hogy milyen Ausztriában élni magyarként, és hát sokat nevettünk rajta, mert tipikus dolgokat mutatott meg belőle. Hát szóval, hogy van ez, hogy az itthon-otthonnak van ez a különbözősége, az aspektusok, amiket mind-mind bele lehet illeszteni ebbe a tematikába, meg az is, hogy a közösségépítésnek ez egy nagyon fontos célja, hogy az emberek úgy érezzék, hogy megérkeztek ide. És ezt azért is tartom fontosnak amúgy, hogy ebben egyetértünk a szervező partnerekkel, hogy ezek a találkozások, ezek azon túl, hogy reméljük, hogy tényleg otthon érzik magukat az emberek szó szerint nálunk akkor, amikor program van, de hogy találnak olyan társakra, meg információra, meg inspirációra, amivel aztán a hosszú távú beilleszkedésüket Ausztriában lehetővé tehetik, vagy teszik, bármilyen furcsán hangzik is. Mert azt gondolná az ember, hogy hát, ha csak a magyar közösségben maradsz, akkor azért nehéz, ugye, amit én is átéltem, hogy hát tovább kell lépni. Igen ám, de az elmúlt évek azt mutatják, hogy egyre többen vagyunk kint, magyarok, Bécsben abszolút, de hát én azt hiszem, hogy a számok hasonlóak máshol is, csak itt a mérték esetleg különböző. És azok az emberek, akik már évek óta itt vannak, és dolgoznak, és élnek, azoknak olyan tapasztalataik vannak a munkaerőpiacról, meg a megélhetésről, amit
Hát így sokkal könnyebben megosztanak azokkal, akikkel találkoznak. Azaz, ezek a találkozások, meg ezek a programok, ezek megkönnyítik azt, hogy az emberek hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amikhez mondjuk én 12 évvel ezelőtt hosszú keresési folyamat után találtam rá. És ez egy nagyon fontos küldetés szerintem, mert hogy a fő cél az integrálódás mindannyiunk számára, ha komolyan gondoljuk, hogy maradni akarunk, vagy ha komolyan gondoljuk, hogy külföldön akarunk élni. Decemberben milyen programjaitok lesznek? Decemberben egy programunk van, itt az év végét hagyjuk lecsendesedni, egy különleges koncert élményt szeretnénk nyújtani. Az Aranyakor nevű zenekar lép fel december 3-án, tehát ez az adventi időszaknak az eleje. Tekinthetjük így is, hogy ez egy ilyen különleges advent vasárnap lesz. December 3-án este 6-kor az Aranyakord a Queen Bee frontemberének, Kis Tibornak egy másik formációja, ahol Vastag Gáborral és Gábor Andor UFO-val együtt zenél, tehát ez egy háromfős zenekar, akik egyrészt azt reméljük, hogy nagy örömet okoznak a közönségnek, szóval tényleg nagyon nagy érdeklődés övezi a programot. Másrészt nagyon érdekes módon egy csomó itthon-otthon aspektus van az aranyakor dalokban. Nem semmi, amit te csinálsz. Hát a rendezvényszervezés önmagában egy szakma. Jó, hogy te ezt itthon csináltad, meg lehet, hogy kirázod a kis ujjadból, de mindezt állású munka mellett csinálni azért le a kalappal. Gondolom, hogy van benne egy ilyen külön inspiráció, amikor látod, hogy ezzel értéket teremtesz, meg látod a csillogó szemű közönséget. Igen, ezt olyan jó, hogy mondod meg, hogy látod. Nyilván, aki hasonlót csinál, tudja, hogy ez mennyi, és tényleg, tényleg ez van, amit mondasz, hogy az értékteremtés nagyon fontos, a csillogó szem elmondhatatlanul fontos, és az, hogy ugye, amit mesélek, hogy kapcsolódási pontokat próbálunk kínálni ezzel másoknak, de hogy ezek az én kapcsolódási pontjaim is. És hogy azt hiszem, hogy a sztori így kerek, hogy akkor, amikor nekivágtunk ennek a kalandnak, és hát természetesen közös elhatározásból vágtunk neki, és aztán pedig, ahogy az ember elkezdi ezt megélni, a külföldre költözést, úgy derül ki, hogy pontosan mi bevágta a fejszéjét, és hogy ez magában hordozta azt, hogy na most aztán biztos, hogy magunkra vagyunk utalva, na most aztán biztos, hogy ez egy sokkal nagyobb távolság mondjuk azoktól, akikkel addig esetleg könnyebben kapcsolódtam, stb. És azt hiszem, hogy az én sztorim akkor vált teljessé, amikor mondjuk ez az ötlet kipattant a fejemből 10 évvel ezelőtt, tehát elég hamar ahhoz képest, hogy megérkeztünk, vagy hogy kiérkeztünk külföldre. Viszont egyértelműen most látom beteljesedni, hogy ez egy jó út, bár sok időt visz, meg vesz, tényleg sok munka, de amikor azt hiszem ez a legjobb sztori, ami leginkább melegséggel töltött el a szívemet. Említettem, hogy tanítottam is akkor, amikor elkezdtem keresni a helyemet itt. És hát azokból a gyerekekből, akiket akkoriban tanítottam, természetesen nagy kamaszok lettek időközben, vagy fiatal felnőttek. És amikor ennek az évadnak, tehát ennek az őszi évadnak az elején megérkezett egy volt tanítványom az anyukájával egy színházi estre, és láttam, hogy mivé vált, és ahogy szót váltottunk, lett elképzelésem abból, hogy miféle kis ember lehet. Túlzás lenne azt mondani, hogy tudnám, hogy milyen ember, hiszen nem ismerem már, de hát emlékszem rá, hogy milyen volt, és hát az az interakció, ami akkor köztünk történt, amikor megérkezett a programra, az egyértelművé tette, hogy Úristen, mennyire jó, hogy itt van, és mennyire jó, hogy ismerem, és ez adott egy olyan, hogy mondjam, ez volt az, ami az én sztorimban a kontinuitást jelentette. És akkor, amikor mondjuk az van, hogy elköltözöl valahonnan, megérkezel valahova, a kettő közöttnek történik az élet, és beszélhetünk arról is, hogy hol vannak a gyökereid, meg hogy hova tartozol, meg hogy mi lesz ezután, meg nem tudom mi, de amikor bejön egy ilyen, hogy egy kisember életét tulajdonképpen úgy tudod végigkísérni, hogy hát amikor tanítottam, ez is ez volt, amikor táboroztunk együtt, ez is ez volt, és járt a gyerekprogramjaimra, jaj, de jó, és most meg eljön már a felnőtt programra, akkor azt gondolom, hogy jó, igen, tehát hogy, és akkor ez most még mindig érdekes, és még mindig összeköt embereket, és még mindig ad hozzá egy csomót, szóval, hogy tulajdonképpen ez volt az én megérkezési sztorim. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb öröm, és hát ez ad akkora boostot, meg akkora lendületet, hogy amúgy csak emiatt érdemes csinálni. És persze sok munka, meg sok energia, meg van, amikor álmatlan éjszaka, de eddig még mindig megtérült emberileg, meg lelkileg egyértelműen.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.